A megyei mérnöki kamara 20. jubileumi taggyűlésén elhangzott, a magyar kamarai szervezetek megalakulásukkal a politikai közéletben akartak szerepet vállalni. 1988 végén, 89 elején indult a kamaráért mozgalom, hogy a mérnököknek egy köztestületi státuszban elrendelt és törvényben alapított mérnöki kamarára van szükségük, hogy a mérnök társadalomnak és az értelmiségnek a érdekeit hathatósabban tudják védeni. Nem volt még olyan törvény, hogy mi az a köztestület akkor 89 elején, ezért egyesületet alakítottunk, egyesületet lehetett alakítani, és az egyesületnek az volt a küldetése, hogy kivívjunk a magyar törvényrendbe, a polgári törvénykönyvbe, hogy mi az a mérnöki kamara, mi a kamara, mi a köztestület. A 20 évvel ezelőtt létrejött helyi szervezet feladatköre is megváltozott, kibővült. Egy idei kormányrendelet értelmében a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök továbbképzését is a mérnöki kamara végzi. Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Berekbenyi kamarának 493 tagja van, mint mérnök, és 290 nyilvántartottja, akik nem feltétlenül mérnökök, hanem műszaki ellenőrök. Ez a 493 ez tervezéssel foglalkozik, a 290 pedig műszaki ellenőrzéssel, illetve felelős műszaki vezetéssel, akiket szintén január 1-től oktatnunk kell majd az új kormányrendelet szerint, tehát nem csak a mérnökeinket, hanem most már a műszaki ellenőröket is megpróbáljuk egy magasabb színvonalra helyezni. A kamara feladata emellett a megyei közgyűléssel való szoros együttműködés, hiszen az országos rendezési tervvel összhangban segítenek a területi és településfejlesztési feladatok végrehajtásában is. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei önkormányzat igyekszik a területfejlesztési, területrendezési feladataihoz kapcsolódóan természetesen a kamarákkal olyan együttműködéseket kialakítani, amelyek mindenképpen támogatják azt, hogy a megye fejlődése az egyenes évű és reményeink szerint töretlen legyen. Ez egy nagy vállalás, ehhez minden segítségre szükségünk van, és természetesen a mérnök kamarára is számítunk ebben, és ki is kérjük a véleményüket, kérjük is a segítségüket, illetve vannak olyan mérnök kollégák, akikkel folyamatosan dolgozunk is együtt. A rendezvényen elhangzott, a kamara és a megyei önkormányzat a jövőben is igyekszik ezt a kapcsolatot tovább mélyíteni.